Sziasztok! Itt vagyunk Badacsonyban, nem messze attól a helytől, ahol Havasi Csabát, egy fiatal borászt, két Szabolcsból ide migrált emberállat agyonvert nemrégiben. És azok a biztonsági őrök próbálták megvédeni az áldozatot, illetve aztán 45 percen keresztül újra éleszteni, akik nagyon jó, kedves barátaink, és majd eljöttünk Kirityán Zsolt barátommal, nagyon régi bajtársammal, és még körülbelül 100 barátunkkal. Végig fogunk vonulni Badacsony településen azokkal a biztonsági őrökkel, akik ezt a hőstettet végrehajtották. Ez egy üzenet mindazoknak, akik hasonló módon akár etnikai jelleget is kihangsúlyozó bűnözői bandák keretében próbálják terrorizálni a Balaton környékét. Ez egy üzenet nekik, mi senkit nem hagyunk cserben, és főként nem hagyjuk cserben azokat a barátainkat, akik például itt a Balaton környékén próbálnak rendet tartani. Zsolti, esetleg, ha te is szólsz valamit, akkor még egy körülbelül egy percünk van, aztán ha jól tudom, igen, akkor annyit, indulunk, így, ugye? Így van, annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez nem egy politikai rendezvény, teljesen úgymond civil formában vagyunk itt, logók és pártjelvények nélkül. Mi csak azt akarjuk kifejezni, hogy nincsenek egyedül azok, akik bátran cselekednek nemzetársaik védelmében. Ránk mindig számíthatnak. Mert minden magyar felelős minden magyarért. Sziasztok, és nem sokára bejelentkezünk majd a felvonulásról is.